A gyerekek örömére, az autósok bánatára ezen a héten leesett az első idei hó. A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. Munkatársai azonnal megkezdték az utcák és járdák megtisztítását a városban. A havas utak azonban fennakadásokat okoztak az autóvezetőknek, ugyanis országszerte sok csúszás és koccanás történt. Január 16-án a 37-es számú főút Bodrog-Kisfaludi lehajtójánál történt baleset. A Sárospatak felől szabályosan haladó kamion észlelte a szélvédője jegesedését, ezért lassított, hogy leálljon az út szélére. A mögötte közlekedő kamion azonban nem vette észre időben a lassítását, ezért az előtte haladó tehergépkocsit az árokba sodorta. A helyszínre érkező szerencsi tűzoltók megkezdték a sérült jármű kimentését. A baleset során személyi sérülés nem történt. A műszaki mentés ideje alatt rendőri irányítás mellett zavartalanul haladt a forgalom az érintett útszakaszon.